Apropó végzetek. Te mire vársz még? Nincs több harc, és ez igazán furcsa érzés. Nézd csak rám, végül otthonra lelt eszív. Többé váltam, e változás szép, ez egész más világ. Hát ez vagyok én, minden kerek így. Volt vagy száz kalandunk, sok őrült emlék. Mennyi végzetes döntés és cselszövés. Nagy nevetés volt, bőven gond és víz, de érzem, hogy most jön a legjobb rész. Mert mind révbe értünk, nem börtön e van, hálával zeng most a szó. Szárnyalhat lelkem és árad a dal, hiszen happy end lett a vége, így a jó. Így tehát elérkezett végre valahára az igazi happy end, amire vártunk. Mindenkinek. Aranyhaj olyan királynő lett, ahogy a sorsa elrendelte. És ne felejtjük, hogy Nyálas Eugén kapitány volt a legerősebb kezű palotaőr, akit Korona valaha látott. Nem csak az enyém az érdem napsugár, mellettem áll az én szabálykövető táltos jobb kezem is. Verjemből királyi kocka! Szakértő lett. Eugén, ő a legmegbízhatóbb királyi szakértő, és hála neki Korona lett a hét királyságból az első, ahol bevezették a melegvizet. És hadd mondjam el, barátaim, amilyen állagot és ruganyosságot nyer a haj a melegvíztől, az totál megéri. A robbanásokat. És képzeljétek el, Lenz végül örökbe fogadta Pukkancsot és Katalinát. Amitől a lányok egész oda voltak. Még azután is, hogy megtudták, hogy a vezeték nevük mostantól Schnitz. Az apámat pedig úgy elbűvölte aranyhaj szellemisége, hogy úgy döntött, hazatér újjáépíteni a Sötét Királyságot, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Így vagy úgy, mindenki megtalálta a helyet, ahol lennie kell. Király! Happy end legyen végre, hogy happy end legyen végre, boldog happy end.